A köztéri virágágyásokat diákok tervezhetik meg. A meghirdetett pályázatra május 28-áig lehet jelentkezni. Áttért a szolgáltató a tavaszi fűtésre, kérésre sem állítja le a fűtés szolgáltatását. Közeleg a türelmi idő lejárta az áramszolgáltatásra vonatkozó szerződések megkötésére. Hírek a Fénytelevízióban május 19-én. Köszöntöm nézőinket! A terek rendezése részeként pályázatot hirdett Gyergyószent Miklós polgármesteri hivatala az IFITK-val közösen iskolások számára. 5-8 és 9-12. Osztályosok jelentkezhetnek, hogy kreatívan, szakember tanácsait követve megtervezzék a körforgalmak és a virágágyások díszítését, beültetését. A pályázati munkák leadási határideje május 28-a. Még nem kerültek nyári virágok a legtöbb köztéri virágágyásba Gyergyószent Miklóson, mert hamarosan egy az eddigiektől eltérő rendszer szerint újulnak meg ezek. Tulajdonképpen a polgármester úrnak az ötlete és a polgármesteri kabinettel közösen írtuk ki a pályázatot szakember bevonásával. Benedek Kolumbán Erzsébet tájépítésszel állítottuk össze a pályázatot. Tulajdonképpen a célja a gyerekeknek a bevonása a város életébe is, hogy próbáljanak meg ők is valami maradandót alkotni, és érezzék a magukénak a várost. A pályázatot két korosztály számára hirdették meg. Arra kérik a jelentkezőket, hogy az ajánlott, a helyi időjárási viszonyokat tűrő és tájba illő növények közül válasszák ki a nekik leginkább tetszőket, és rajzolják meg, írják le, milyennek képzelik el ezeket a köztereket. Az 5-8 osztályosoknak a Petőfi szobor előtt levő ágyás, a Szent István tér előtti hosszú ágyás és a régi kórház előtti kerekágyásnak a megtervezése van kiírva. A 9-12-eseknek a két körforgalom és a központon levő hosszú ágyásnak a református templommal szembeni sétánya. A hosszú távon ezeket szeretnénk örökbe adni, és már van innak is jelentkezők esetleges örökbefogadásra. És hogy ők gondozzák majd az ágyásokat, hogy fennmaradható legyen, és hosszú távon is szépé tudjuk varázsolni az ágyásainkat. A hat helyszín mindegyikére külön virág és örökzöld listát állítottak össze a szakértők, amelyek felhasználásával lehet megtervezni az adott ágyás mintáját, kinézetét. A határidő május 28-a 12 óra. Bővebb tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők az IFITK irodájában, a Művelődési Központban, illetve a Gyergyószent Miklósi Önkormányzat Facebook oldalán. A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb pályázati munkákat megvalósítják. A kivitelezést szakemberek végzik majd az önkormányzat alárendeltségébe tartozó mellégazdaság munkatársaival, de az érdeklődés függvényében a nyertes iskolásokat is bevonják. A nyertesek értékes ajándékcsomagban részesülnek. A díjazás június 1-én gyermeknapon lesz. Negatív koronavírus teszt felmutatásával vagy karanténkötelezettséggel jár a nyaralás azoknak a kiskorúaknak, akiket még nem lehet beoltani a koronavírus elleni oltóanyaggal. Vas Levente államtitkár kifejtette, azokban a zöld és a sárga besorolású országokban, ahol az oltási igazolvánnyal lehet belépni, ott a 16 éven aluliak számára megadatik az a lehetőség, hogy oltás nélkül, negatív koronavírus teszttel, karanténkötelezettség nélkül beutazhassanak. A sárga országok közé tartozik többek között Magyarország, Németország, Spanyolország, Bulgária, Ausztria. Ugyanakkor Románia már dolgozik az oltási platform optimalizálásán, hogy a 12 és 15 év közötti kiskorúakat is elő lehessen majd jegyeztetni oltásra a szülők felhasználói fiókján keresztül, amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezi eme korosztály immunizálását a Pfizer vakcinájával. A lakók kérésére sem állítja le a gyergyószentmiklósi hővíz és csatornaszolgáltató közmű a fűtést a tömbházakban. Azonban a napokban áttértek a tavaszi fűtésre. Ez azt jelenti, hogy átlag 20 Celsius fokos hőmérsékletet biztosítanak a lakóknak. Az utolsó tavaszi hónap derekán vagyunk, május közepén, de sem a kinti hőmérsékleten, sem a fűtésszámlákon nem látszik. Bár a hivatalos fűtési szezon március 31-ével általában vége szokott lenni, a fűtésszolgáltató még nem állította le a fűtést.
A fogadtatás változó, vannak családok, akik ennek örülnek és igénylik a tömbházakban a fűtésszolgáltatást. Vannak azonban olyanok is, akik kimondottan kifogásolják ezt. Az elmúlt időszakban már kaptunk kéréseket a lakóktól, hogy nem kérik már a fűtést. Egyelőre ezt nem tudjuk a fűtést teljesen mértékben elzárni, ugyanis erre törvény kötelez minket, hogy ameddig egymást követő három éjszakán át az éjszakai hőmérséklet, illetve a levegő hőmérséklete nem haladja meg a 10 fokot, addig nem maradhat fűtés nélkül egy-egy tömbház. A közmű átállt a tavaszi fűtési üzemmódra. Ez azt jelenti, hogy a kollégáink a héten végigjárták a tömbházakat, és visszavették a hőfokot, így egy körülbelül átlagos 20 fokos hőmérsékletet biztosítunk, és amennyiben most már nagyon a határon mozognak az éjszakai hőmérsékletek, ezt folyamatosan monitorizáljuk, amennyiben megtörténik az, hogy tartósan 10 fok fölött lesz az éjszakai átlag hőmérséklet is, akkor nem szolgáltatunk tovább fűtést. Fűtés átállítása, ez a klasszikus fűtésrendszerű lépcsőházakra vonatkozik. Azokban a lépcsőházakban, ahol vízszintes elosztás van, vagy költségelosztót használnak a fogyasztók, ott ők maguk szabályozzák a fűtést, úgyhogy ott nem állítottunk át a modulokon. A Gyergyószentmiklósi hővíz és csatornaszolgáltató közmű közösségi oldalán értesítést adott ki arról, hogy a tömbházlakók esetében elkezdik a fogyasztói szolgáltatási szerződések megkötését. Ezt első lépésben május 24-25-én indítják a Bucsin negyed 12A lépcsőházban. A cégekkel már korábban elkezdtük a szerződéskötéseket, most már kialakult egy ütemterv, egy rutin, és ezért döntöttünk úgy, hogy most egyelőre tapasztalatszerzés céljából elkezdjük limitált néhány tömbház kiválasztásával elkezdjük a magánszemélyekkel is a szerződések megkötését. Kollégáink felkeresik ezeket a tömbházakat, és ott a helyszínen kötik meg a szerződést. Úgy válogattuk össze a három lakónegyedből, a Forradalom, a Virág és a Bucsin negyedekből, három-három tömbházat választottunk ki. Ezek az alapján, hogy a jelenleg aktuális fűtési metódusoknak megfeleljenek, mindenik negyedben egy klasszikus, egy vízszintes elosztású és egy költségelosztós tömbházat választottunk ki. A szerződéskötés kapcsán szükség lesz a következő iratokra: személyi igazolvány vagy az azt helyettesítő okmány eredetije és másolata, a tulajdonjogot igazoló dokumentum eredetije és másolata, esetenként egyéb tulajdonjogot bizonyító dokumentumok, ilyen lehet a házassági, elhalálozási, öröklési bizonylat. A szolgáltató kommunikációs felelőse kitért a bérelt lakásokra külön. Ha bérelt tömbházról van szó, illetve bérelt lakásról, ott mi szeretnénk a tulajdonossal kötni szerződést. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor is kérjük a tulajdonos közjegyző által hitelesített beleegyezését, hogy amennyiben a lakó, illetve a bérlő nem törleszti a díjakat, akkor ő ezt átvállalja és törleszti majd ő. A Bucsin negyedi 12A tömbházat követően szintén a Bucsin negyed 7A, 23B tömbházaknál folytatódik a szerződéskötés, majd a Virág negyed 49D, 20A, 49C tömbházaknál, valamint a Forradalom negyed 1A, 9A, 1B lépcsőházaknál. Az Ager Press szerint az Egészségügyi Minisztérium államtitkára tegnap közölte, Románia a 7. helyen van Európában és a 19. helyen a világon, a koronavírus elleni vakcina mindkét dózissal beoltottak arányát tekintve. Andrej Bácsú elmondta, ez idáig 10.689.069 koronavírus elleni oltás érkezett az országba. Ugyanakkor az államtitkár szerint májusra a Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca és a Johnson & Johnson vakcinájából összesen 6.238.228 adag lesz. Június 30-án lezárul egy szakasza az áramszolgáltatás szabadpiaci viszonyokra való átállási folyamatának, akár 16%-os eltérés is lehet július 1-től ugyanazon szolgáltató, szabadpiaci és az egyetemes szolgáltatási rendszerben alkalmazott árai között. Az Országos Energiaár Szabályozó Hatóság egy korábbi rendelete szerint a szolgáltatók június 30-áig a legalacsonyabb tarifájukon kötelesek számlázni az áramot azoknak az ügyfeleknek, akik nem kötöttek szabadpiaci szerződést,
vagyis az egyetemes szolgáltatási rendszerben kapják az áramot. Erre azért volt szükség, mivel a szabad piacra való átállás a vártnál sokkal nehézkesebben halad, amit a szakemberek részben azzal magyaráznak, hogy a szolgáltatók nem tájékoztatták megfelelő módon a klienseiket. A június 30-áig tartó türelmi időszak lejártát követően az egyetemes szolgáltatási rendszerben maradó ügyfelek jelentős drágulásra számíthatnak. Az energetikai szakembereket tömörítő Intelligens Energia Egyesület tanulmánya szerint július 1-e után az elektromos energia ára 10%-kal nőhet, míg a gázért körülbelül 20%-kal fognak többet számlázni a szolgáltatók. Március végén a lakossági áramfogyasztóknak csupán 40%-a rendelkezett szabadpiaci szerződéssel. Az egyesület azt ajánlja a fogyasztóknak, hogy használják az ANRE honlapján található árösszehasonlítót, és az alapján válasszanak maguknak szolgáltatót, és kössenek szabadpiaci szerződést. Maros megyében a 284 házi orvosból 130-an jelezték, hogy vállalják, hogy bekapcsolódnak a koronavírus elleni oltási kampányba, és rendelőjükben beadják a vakcinát. A családorvosok minden beoltott beteg után 40 lejt kapnak. Országos szinten eddig 3000-en vállalták a kabinetekben való immunizálást. Innovatív módszerrel népszerűsítik a fenntarthatóságot. A kormány főtitkárságán belül működő fenntartható fejlődés főosztály partnereivel, az Aspire Teachers és a Karolina Kreatív Negyed Egyesülettel közösen indította el az Oktatás a fenntartható fejlődésért a Magasból elnevezésű projektet. Az Oktatás a Magasból kreatív megoldás, amely korábban egy kísérleti projekt során teszteltek. Az előadások során egy helyi tanár közreműködésével a diákok online drónok által közvetített élőképeket láthatnak az ország különböző részein található rendkívüli helyekről. A projekt célja, hogy minden diák hozzáférhessen érdekes információkhoz a 17 fenntartható fejlődési célról. Valahányszor a 17 fenntartható fejlődési célról beszélek, fontosnak tartom hangsúlyozni az oktatás és az egészség fontosságát. Az elmúlt évben még hangsúlyosabbá vált az igény, hogy jobban odafigyeljünk ezekre a területekre. A rendszeres és az online tanfolyamok is érdekesebbeké válhatnak innovatív oktatási módszerek alkalmazásával. Ezeknek az interaktív óráknak a segítségével azt szeretnénk elérni, hogy a diákok és a tanárok az egész országból gyakorlati példák által tanuljanak többet a körülöttük levő világról és a fenntartható fejlődésről. Ezért kapcsolódott be a fenntartható fejlődés főosztály a projekt országos kiterjesztésébe. A következő generációk oktatásának fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket továbbra is támogatni fogjuk, mondta Borbély László. A projektindító sajtótájékoztatón részt vett Kallós Zoltán, az Oktatási Minisztérium államtitkára, a projekt kezdeményezői, valamint néhány a kísérleti órákat vezető tanárok közül. Az órák nem formális tevékenységeket is tartalmaznak, például kísérleteket, játékokat és érdekes feladatokat. A projekt célja a fenntartható fejlődési célok megismertetése a diákokkal, kiemelve az együttműködés és a kritikus gondolkodás fontosságát, a diákközpontú és legújabb technológiát alkalmazó interaktív oktatás támogatása, valamint az ország összes tanára számára elérhető mintaórák létrehozása. Az órákat lelkes tanárok tartják Románia 8 gazdasági fejlesztési régiójából, mindegyikük saját szakterületén. Bármely romániai iskola 3. és 4. vagy 5-7. Osztálya bekapcsolódhat az élő órák követésébe. A 8 órát május és június között tartják, egy előre pontosan meghatározott órarend szerint. A befogadó osztálynak csak egy videoprojektóra, az internethez csatlakoztatott laptopra és sok kíváncsiságra van szüksége. Az első órát május 6-án láthatták, ahhoz, hogy megkapják a bejelentkezési információkat és követhessék a projekttel kapcsolatos eseményeket, az érdekelt osztály vagy iskola egy tanárának vagy az iskola igazgatójának ki kell tölteni egy rövid űrlapot, amely a fenntartható fejlődés főosztályának honlapján található. Az Oktatás a Magasból egy kreatív módszer, amelyet korábban egy kísérleti program során teszteltek. Az előadások során egy helyi tanár közreműködésével a diákok online drónok által közvetített élőképeket láthatnak az ország különböző részein található rendkívüli helyekről. A múlt héten a családorvosi rendelőkben is elkezdődött az oltási kampány. A Maros megyei Gernyeszeg községben jártunk, ahol már beadták az első dózis oltóanyagot. A házi orvosi rendelőkben a Johnson & Johnson márkájú vakcinával oltanak.
Feliratkozni 30-an vannak. Én 10 adagot kértem, ma adtam az első 5-öt, mert így jött ki, és folyamatosan iratkoznak, kedvet kaptak. Mert sok paciensem volt, aki mondta, hogy akkor adassa be, amikor én fogom adni. És ezért is vállaltam az oltást. Na meg, hogy a járványt valahogy már küzdjük le. Gernyeszek községnek 6000 lakosa van, 9 falu tartozik hozzá, és 4 családorvos végez ügyeletet a községközpontban. A településen a beoltottak aránya megközelítőleg annyi, mint a megyei arány, tette hozzá a családorvos. Ez nagyon jó, hogy védjék meg, mert sokan vagyunk, na, és betegség terjed. Még kell, hogy éljünk egy kicsit, ha már én már 83 éves vagyok. Na, de mit csináljunk? A családorvosok a továbbiakban minden hétfőn tehetnek le igénylést a vakcinára, és szerdánként kapják meg a szükséges mennyiséget. A Johnson & Johnson is akár az AstraZeneca vektor alapú oltóanyag, amely a koronavírus egy szaporodásra képtelen, legyengített változatát juttatja be a szervezetbe, ezáltal alakítva ki az immunitást. A vakcina előnye az, hogy nem igényel speciális tárolást, csupán 2 és 5 Celsius fok közötti hőmérsékleten kell tartani. Egyszeri adag a Johnson & Johnson, egy flakonban 5 dózis van, és ugye 5 beteg össze kell gyűjjön ahhoz, hogy meg tudjuk bontani a flakont. A családorvosok minden beoltott beteg után 40 lejt kapnak. Országos szinten eddig 3000-en vállalták a kabinetekben való immunizálást. Az ország 19 megyéjére érvényes narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható esőzések miatt. Az előrejelzések szerint a Bánságban és a Körösök vidékén, valamint a hegyekben nagy mennyiségű esőre kell számítani. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 40-50, helyenként a 70 liter négyzetméterenként. A péntek 11 óráig érvényes másodfokú riasztás Hargita megyére is vonatkozik. 23 megyére sárga riasztást adtak ki az esőzések és viharok miatt. Ez szintén péntek 11 óráig van érvényben. Híreink végén megköszönöm a Fénypontnak szentelt figyelmet, szép estét, viszontlátásra holnap!